Zajlik a nyelvhasználati verseny Babits Mihály költészetéből. Az országos középiskolai megméretetésnek a pécsi Ciszterciren Nagy Lajos gimnáziuma és kollégiuma ad otthont. Puskás Pétert édesanyja motiválta a benevezésbe, aki magyar tanár, és ezáltal az irodalom, a versek szeretete szinte napirenden volt a családjukban. Korábban már szerepelt Kazinczy szépkiejtési versenyen. Több mint 20 versből kellett választani a versenyzőknek. Én a Mint forró csontok a mágián című versét fogom mondani. Úgy érzem, hogy ezáltal legközelebb hozzám. A mondani valójával együtt tudtam érezni, de a többi verse is nagyon, nagyon megfogott, de ez úgy érzem, hogy ehhez van közöm is, szóval a saját életemből is tudok meríteni ezt. A Babits Mihály nyelvhasználati verseny még 1997-ben indult, és 2005-ben meg is szűnt támogatottság hiány. Majd a szavaló verseny 17 év után újra élet. Ebben sokat segített a Rákóczi Szövetség, amelyhez pályázatot nyújtottak be, valamint az iskola, illetve az iskola alapítványa, mondta Nagy Katalin, magyar tanár. Két részből áll a versenyünk. Az első rész, ami délelőtt zajlik, egy versmondás. Kiadtunk Babits verseket, és a diákok ebből választottak, és azt fogják most elmondani itt az első fordulóban, egy szakmai zsűri fogja őket értékelni, és délután pedig a szónoki beszédekre kerül sor, amely egy Babits regényhez kapcsolódik, ez a Timár Virgil fia című regény. Ezt a regényt kellett a gyerekeknek elolvasni, és itt fogják megkapni azt a feladatot, amely alapján egy szónoki beszédet kell megírniuk, majd pedig előadniuk. Az országos megmérettetés 10 és 12 év folyamos középiskolások számára volt meghirdetve. A Babits Mihály nyelvhasználati versenyre az ország különböző pontjairól érkeztek gimnazisták, így például Zalaegerszegről, Budapestről, Kapuvárról, Egerből és több pécsi iskola diákja is beneveztek.